Tízszeresére nőhet április elején a koronavírussal fertőzött személyek száma, ezt Lorenzovics László egészségügyi menedzser mondta tegnap este Sajtóprész című magazin műsorunkban. Számos szimulációt végeztek Európa szerte a koronavírus járvány terjedéséről. Korábban Franciaországra, Spanyolországra, Belgiumra és Németországra vonatkozóan készültek hasonló felmérések. Ezek mindegyike beigazolódott, mondta Lorenzovics László egészségügyi menedzser, aki arról is beszélt, elkészült Románia esetében is a szimuláció. Az előrevetített adatok megdöbbentőek. A mi számításaink szerint az optimista szenárió szerint április 8-a körül éri el Romániában az összeset száma 10 000-et. Pesszimista esetben április 3, de az elmúlt két nap fejleménye azt mutatja, hogy az optimista szenárió nincs, hogy bekövetkezzen, csak a pesszimista esetleg kicsivel jobb. Tehát április 3-ára körülbelül április 3-4 10 000 esettel számolhatunk, és most a növekedési ritmus 1,3-szoros. Ez a legrosszabb, ez volt Olaszországban. Hozzátette, az adatok azt mutatják, hogy Románia 2 héttel van lemaradva az olaszországi állapotoktól. A helyzetet két fontos tényező nehezíti. A külföldi vendégmunkások jó része még nem tért haza Romániába, főként Németországból. Erre az elkövetkező időszakban főként a gazdasági leállás miatt kerülhet sor, hiszen számos munkahely szűnt meg a német államban is. A másik, a járvány terjedését elősegítő tényező, hogy az ország több kórházában kezdi felütni fejét a fertőzés, ami óriási veszélyforrást jelent a társadalomra nézve, magyarázta Lorenzovics László.